Sziasztok, kellemes szép napot nektek, jó szeles idő van most itt, koncertonok a haját szépen fújja a szél. Ő lesz a segítségünkre, rögtön egy nagyon szép kormányt mutat nektek, egy Mazda kormányt, ami bőrbe van attól, tempomatos és zenévezérlős gombokkal van ellátva. Eredeti gyári kulcsok mindegyike megvan, ugye, és távirányítója is megvannak. Az autónk, amit megnézünk, az egy Mazda 6-os, 1.8-as, benzines sportverzió, ami 120 lóerős. Nézzük ezt az ABS lámpátot fönt, az kialszik, légzsák elalszik, szépen minden megfelelő módon elaludt. 223-at futott, van vezetett szervizkönyvünk hozzá, Feri és Peti kollégám éppen ezt vizsgálták át, gyertek el, majd ti is nézegessétek meg. 5 sebességes váltónk van, gyári CD rádiónk, digitális automata klíma, ami tökéletesen hibátlanul dolgozik, bordkompjúter és 8 légzsák vigyáz a benne ülőkre. Az ülései az a nagyon szép kis plüskárpitos bevonattal készültek. Itt van egy pici beüléstől, sajnos az kikopott. 4 darab elektromos ablak és elektromos tükör, állítható ülés és kormány magasság. Na nézzük itt a hátsó részt, itt is nagyon szép a kárpit, különben nincs elhasználódva. Könyöktámasz és hátul is légzsák és elektromos ablak a hátsó utasnak. Gyári alufelnyire szerelt, nyári gumi van most rajta, a hátuljában pedig itt az ajándék szett téli gumi, lemez felnyire szerelve szintén. Jó tágas a csomagtere, ugye belefért ez a 4 darab gumi. Nézzük meg még a jobb oldalt, és látjátok, tök jól egybe van a kocsi, mutatós szép darab, gyöngyházfehér színű, nagyon ritka szerintem. Na és akkor még a motorját meghallgathatjuk, szinte újszerű az akkumulátor benne, csendes, egyenletes járású a benzinmotor, klímája nagyon jól hűt. Én azt gondolom, hogy aki szeretne egy szép Mazdát, az itt megtalálta nálunk az M3 autóparkba. Gyertek be, és legyen a tiétek. Köszönöm az érdeklődést!